Szülői fórumot tartottak a soroksári Grassalkovics Antal általános iskola fenntartóváltásának lehetőségéről. Stábunk is ott volt a kihelyezett szülői értekezleten, a Táncsics Mihály művelődési házban. Soroksár önkormányzatának képviselő testülete úgy döntött, hogy egyetért a 23. kerületi német nemzetiségi önkormányzat azon szándékával, miszerint átvennék a Grassalkovics Antal általános iskola fenntartását. Ha sikeresek a tárgyalások, akkor milyen változásokat fog mindez eredményezni az iskola életében? Köszöntöm a tisztelt tévénézőket, így bizony. Tulajdonképpen a magam nevébe kettős módban is nyilatkozhatok, mert a német önkormányzatnak is ugye a tagja vagyok, illetve jó magam is megszavaztam azt a képviselőtestületi határozatot, amiben a nagy önkormányzat is vállalja, illetve támogatja a német önkormányzat azon kezdeményezését, hogy a Grassalkovics Antal általános iskolát tulajdonképpen a nemzetiségi önkormányzat mondjuk úgy, hogy fenntartása és üzemeltetése alá vonja. Az iskola életében tulajdonképpen változást valamilyen szinten ugye ez fog eszközölni, ugyanis az a célunk, hogy az iskola 100%-ban német nemzetiségi oktatásban részesüljön. De most itt azonnal el kell mondjam, hogy ugye a jelen pillanatban az A-osztály az énekzenei tagozat, és rengeteg dezinformáció keringett a kerületben, jó magam is jó pár változatot hallottam. Nincsen arról szó, hogy a jelen pillanatban is az A-osztályban tanuló diákoknak az érdekei bármilyen formában is sérülnének. Értem ez alatt, akik ma énekzenei osztályba járnak, azok ott fogják végigvinni az iskolába 8 év alatt ezt a tagozatot. Mi, hogyha ha és amennyiben, mert még feltételes módban tudok beszélni, ez a fenntartóváltás létrejön, abban az esetben, nem mondom, hogy a következő tanévtől, mert ez sem biztos, de mondjuk valamelyik tanévtől már nem indítanánk énekzenei általános tagozatot, hanem az is német tagozat lenne, és ebből adódóan az előtte lévő énekzenei tagozatok felmenő rendszerben úgymond kifutnának az iskola életéből úgymond 8 év alatt, és ugye ezáltal mindig már csak az A-osztály, az németes osztályként indulna. Hol tartanak most a tárgyalások, milyen kérdések, témák nem tisztázottak még? Tulajdonképpen a helyi viszonyok tekintetében a döntések megszülettek. Értem ez alatt, hogy a német önkormányzat ugye szándékát nyilvánította ki és vállalta, hogy ő átvenni a Grassalkovics Antal általános iskolát. Ezt követően a soroksári önkormányzatnak a testülete is kétszer tárgyalt a napirenden, mindkét esetben szintén elfogadta a német önkormányzat szándékát, majd ezt követően küldtük el a határozatainkat a az országos német önkormányzat részére, akik szintén már tárgyalták az ügyünket, és ők is a támogatásukról biztosították az önkormányzatot, a német önkormányzatot, hogy ők is támogatnák akkor ezt az iskola átvételt. Jelen pillanatban itt állunk. A következő lépés az, hogy a KLIK vezetőjének, illetve hát a miniszter úrnak, az EMMI miniszteréhez jusson el a mi kérésünk, és tulajdonképpen ott fogják eldönteni, hogy akkor megengedik, hogy az iskolát ebben a felmenőrendszerben átvegye a német önkormányzat, vagy adott esetben marad minden így az eredeti állapot szerint. Úgy tudom, hogy a képviselőtestületi ülésen elhangzott az is, hogy az önkormányzat elkötelezett az énekzenei oktatás megőrzése mellett. Hogyan képzelik, tervezik mindezt? Ez így van. Ugye Soroksáron a zenei hagyományoknak, a zene ápolásának óriási hagyománya és kultúrája van. Többek között jó magam is énekzene tagozatra jártam, annó még Zalkamáta általános iskolában, ugye Magrasinak hívjuk. Tulajdonképpen ezt úgy gondolnánk, de ehhez, mint önkormányzat, mi a szándékunkat szeretnénk kinyilvánítani, hogy szeretnénk, hogy megmaradjon, de ez már a KLIK-nek a hatásköre lesz a későbbiekben, hogy ők valóban valamelyik iskolában ezt a tagozatot elindítsák. Azt tudni kell, hogy ugye
nem a Grasiban született meg, vagy Annó Zalkában, hanem még nagyon régen a Táncsics Mihály általános iskolában született meg az énekzene képzés Soroksáron. Utána azt az iskolát lebontották, és áttették az Annó Zalka Máté általános iskolába. Tehát azt gondolom, hogy maga a zenei képzésnek a holléte azt kell, hogy mondjam, hogy majdnem mindegy, de mindenképpen szeretnénk, hogy az énekzene tagozat megmaradjon a kerületben. Hogy ez melyik iskolára jutna idézőjelbe, ezt mi nem tudjuk. Biztos, hogy a Klik vezetőjével tárgyalásokat fogunk ezzel kapcsolatban kérni, hogy segítsen ebbe, hogy ez az oktatás megmaradjon. Nekem hát nem utolsó sorban az énekzene és mint hangszerképzésre azért ott van a Galambos János zeneiskolánk is, ami azt gondolom, hogy egy méltó alapot képez arra, hogy a Soroksáron több felületen is tudjanak a gyerekek zenét, éneket vagy hangszert tanulni, úgyhogy bízunk benne, hogy ez is megmarad, ez a zenei oktatás. Mit vár a mai fórumtól, a kihelyezett szülői értekezlettől? A kihelyezett szülői értekezletnek megszervezésének az a célja, hogy tájékoztassuk a szülőket azokról a háttérben zajló folyamatokról, amelyek egyrészt érintik az iskola átszervezését, másrészt pedig az iskola fenntartásbeli átvételét. Az átszervezés az azt jelenti egy iskola életében, hogy egy vagy új tagozat indul el, vagy egy meglévő tagozatot vagy oktatási formát felvált egy másik. A mi iskolánk életében ez az emelt szintű ének oktatás lenne, amelyet felvált egy harmadik nemzetiségi osztály létrehozása. Akkor, amikor létrejön ez az átszervezés, akkor az iskolánál lehetővé válik a fenntartó váltás is, és ez azt jelenti, hogy a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat, aki szándékát kifejezte már a nyár folyamán, a nyár elején, hogy szívesen lenne az iskola fenntartója és működtetője, átveheti egy személyben az iskola fenntartását. Hogy mi történne az énekes gyerekekkel, ugye mi mindig is büszkék voltunk arra, hogy iskolánkban emelt szintű énekoktatás, úgynevezett művészeti oktatás folyik, csak az élet egy picit más irányba terelődött, és bizony a szüleink körében kevésbé népszerű ez az oktatási forma, ezt bizonyítják a beiskolázási folyamatok, a jelenlegi első és második év folyamunkban lényegesen kevesebb gyermek jelentkezett, mint az azt megelőző években. Tudom, hogy ennek oka a nyelvnek a keresettsége, nagyobb keresettsége, és hát sajnos mi is megpróbálunk ennek az elvárásnak jobban megfelelni, hogyha létrejön ez az átszervezés és fenntartóváltás is. Tisztelettel köszöntöm Önöket. Külön tisztelettel köszöntöm Weimann Antal alpolgármester urat, aki Soroksáron az oktatásért felelős, és a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak tagja. Köszöntöm dr. Laza Margit jegyzőasszonyt, és köszöntöm dr. Zsolnai Aliszt, aki az iskolánknak az SMK, tehát a szülői szervezetnek a vezetője. Miért is kellett ezt a mai értekezletet összehívni? Hát először is egy tájékoztatási jelleget adnánk ennek a szülői értekezletnek. Iskolánkban olyan, illetve nem iskolánkban, hanem ugye háttérben, olyan folyamatok zajlanak, amelyek érintik az iskola átszervezését, és az átszervezést követően pedig a fenntartó váltást. Nagyon sok fals, hamis információ hangzik el a szülők körében, amelyeket szeretnénk itt most helyretenni, és akik itt vannak, kedves szülők, kérem, hogyha hallanak ilyet, akkor tegyék helyre azok információk alapján, amelyek most elhangoznak. Egy picit az iskoláról. Jelenleg az iskolánkban 630 tanuló jár. Önök valamennyien tudják, hogy a évfolyamonként egy énekes osztályunk van, ők az ások, és a BC osztályok pedig nemzetiségi program szerint tanulnak. A tanulóknak 32%-a részesül emelt szintű énekoktatásban, és 68%-a pedig a nemzetiségi oktatásban. A köznevelési törvény szerint, hogyha egy iskolának tanuló létszámát tekintve 25%-a nemzetiségi program szerint tanul, akkor az az iskola nemzetiségi iskola. Tehát a Grasi az nem nemzetiségi iskola lesz, hanem a Grasi már a törvény szerint nemzetiségi iskola. Ezt szeretném, hogyha ugye mindenféle Facebook meg egyéb információk címek alapján önök is tudnák.
Az elmúlt évek beiskolázási tendenciáit vizsgálva sajnos meg kellett állapítanunk azt, hogy kevésbé keresett az iskolában az emelt szintű énekoktatás. Hogy ennek mi van a hátterében, nyilván minden család tudja, hogy miért nem énekre adja, hanem esetleg németre, nemzetiségi nevelést választ, vagy elviszi innen a központból mondjuk egy másik iskolába, ahol a másik nyelvet, az angolt tanulják magasabb óraszámban. Vitathatatlan a nyelvnek a versenyképessége. Az oktatáspolitika is ebbe az irányba halad, hiszen ugye tudjuk, hogy 2020-tól csak akkor lehet a felsőoktatásba bekerülni, hogyha a jövendő főiskolai egyetemi hallgatónak már van nyelvvizsgája. Ennek nyilván az az oka, hogy nagyon sok diploma bent ragadt, mert nem tudnak a főiskolás egyetemi évek alatt a hallgatók nyelvvizsgázni, és ezért ezt próbálják kiküszöbölni, hogy már úgy lehet csak bekerülni. Ez az egyik. A másik, a munkaerőpiacon is nagyon jól tudjuk, hogy azok az emberek boldogulnak sokkal könnyebben, akik egy, sőt nagyon gyakran két nyelvkövetelmény támasztanak a munkáltatók, tehát legalább két beszélt nyelvvel, nyelvtudással rendelkeznek. Nyilvánvaló, hogy nagyon sok szülő is inkább e felé hajlik, és szeretné már az általános iskolába azt biztosítani, hogy a gyermeke valamilyen szintű nyelvtudásra tegyen szert. Én azt gondolom, hogy ez a két nagyon domináns ok, valószínűleg a családokban a zenei hagyományok, a nyitottabb, tehát a nyitottsága a művészetek iránt is hatással lehet, hogy mégis azt az osztályt választják a szülők, de a két legfontosabb ok az ez. Az elmúlt években a jelenlegi első és második osztályunk számunkra is megdöbbentő módon alacsony létszámmal indult, és elgondolkodásra késztetett bennünket, hogy hogyan lehetne valami átszervezéssel, vagy valamilyen olyan dolgot kitalálni, ami népszerűbbé teszi ezt a fajta oktatást. Nagyon sokszor kaptuk azt a fejünkhöz, hogy miért nem párosítjuk az angollal. Hát azért, kedves szülők, mert a köznevelési törvénynek nagyon pontos előírásai vannak a gyerekek heti óra terhelésére egyrészt, másrészt pedig pontosan le van írva, hogy egy emelt szintű oktatásban azt a bizonyos tárgyat hány órával lehet tanítani. Na most a kettő együtt nem jön össze. Nem szerettük volna az éneket veszni, ezért kitartottunk mellette, de úgy tűnik, hogy ezt hát hiába tettük.